És az ott ki? Egy pap. Ja nem, búvár. Mi elemes, világít. Ja nem, ott a vezeték. Hű, de magas. Á, nem kell mindent elmondani. Akkor sem, ha tudod. Hagyni kell mindenkit gondolkodni. Ez az Abszolút, a Magyar Televízió kulturális magazinja. Vissza tudsz emlékezni, hogy mi volt az első utazás élménye gyermekkorodban? A Pestre följárások azok fontosak voltak, tehát az ilyen kisvárosi légkörből kiszakadni és Budapestre fölmenni, az mindig nagyon nagy élmény volt, vonatút főleg. Hány éves volt akkor? Hát olyan 6 éves koromtól kezdve rendszeresen rokonokhoz följártunk Budapestre, és apámnak akváriumai voltak halakkal, és mindig ott vásárolta a halakat, és ilyen nylonzacskóba szállítottuk vissza Nagybátonyba. És emlékszem, hogy a háttérbe szaladt a táj, és a halak ott úszkáltak az acskóba. Némelyik megdöglött útközben, nem értettem. Az aranyhalak tartásának nem a legmegfelelőbb módja a nylonzacskó, bár igen praktikus. Érdemesebb nagyobb 80-100 literes akváriumban elhelyezni, kisebb, illetve gömb alakú üvegben gyorsan elpusztulnak. Az aranyhal nem okos, ám nagyon szép állat. Különösen, ha szeretjük a fényes, kövér, gülüszemű lényeket. Ezt a tulajdonságát időszámításunk szerint 970-ben a kínaiak tenyésztették ki, egy egyszerű halféléből, azt hiszem a pontyból. Ekkor bronz és kerámia edényekben fatálakban tartották, először 1728-ban Ward Fülöp hozta Angliába, így csak hamar Európa szerte elterjedté vált az uralkodók és nemesek között. Az aranyhal időnként fejjel lefelé úszik, ezt az úszóhólyag rendellenessége okozhatja, hát igen, a túltenyésztés. A megváltozott működésért emésztési zavar a felelős. Ha a probléma csak időszakosan jelentkezik, azt valószínűleg a hal beleiben lévő gáz okozza. Ezért kérünk minden gondos akvaristát, ne feledkezzék meg kedvence rendszeres büfisztetéséről. Mit jelentett máshol lenni, elmenni otthonról? Nem éreztél honvágyat, vagy ilyesmit? Mindig izgalommal teli volt az utazás? El akartál menni? Elvágyottál? Vagy? Igen, el egyértelműen. De nagyon furcsa kettős. Tehát ez egy város volt, amit 52-ben építettek, egy ilyen kis modellváros. Szinte semmiből, nem? Szinte a semmiből, igen. De az érdekessége az volt, hogy persze volt egy nagyon erős bányász közösség, viszont volt egy gimnázium általános iskola, ahol zseniális tanárok tanítottak Budapestről, valószínűleg egy büntetésből küldték őket le. És hogy tágult a tér tovább? Tehát az első utazások, azt mondod, az Budapest volt aztán? A modern művészeti mozgalmak azok nagyon korán érdekeltek, és ez mondjuk onnan indult el, hogy abban a művelődési házban volt egy filmszínház, egy mozi. És oda gyakorlatilag hetente 4-5-ször jártam, tehát filmeket megnéztem 3-4-szer. Tehát érdekes módon ebbe a kádári rezsimbe a filmekben sokkal lazább volt a diktatúra, és a legjobb francia filmeket már 13-12 évesen láttam. Tehát a filmes kultúrám az nagyon gyorsan kialakult. Pont ennek köszönhetően, hogy többször meg tudtam nézni filmeket. És amikor végül külföldre mentél, mennyire stimmelt ez a kép, amit magadban kialakítottál, például Franciaországról? Még a 80-as években stimmelt. Arra emlékszem, hogy pont akkor jártam Párizsban, amikor Truffaut meghalt. Aznap, érdekes, vagy néhány nap előtte. Utána viszont a dolog kezdett egyre bonyolultabb lenni, ahogy kijártunk kiállítani a 90-es években a generációmból többen. Majd tök véletlen folytán Anglia vagy Skócia kezdett egyre fontosabb lenni, de az magánéleti szempontból soha nem vágytam oda. Aztán a vége az lett, hogy 95-től 10 évig ott éltem, ami egy ilyen nagyon furcsa helyzet volt, hogy ez az ország, ahol nem vágytam, angol nyelv nem érdekelt, futball, beat, semmilyen. Viszont ez arra jó volt, hogy volt egy távolságtartás bennem. Hogy lehetett létezni külföldön ilyen hosszú ideig, hogyha te nem is vágytál oda, vagy megszeretted, megszoktad? Vagy csak mindegy kívülálló néz előttél? Programokat találtam ki magamnak, tehát Anglia
azzal, hogy hogy sziget és rengeteg dolgot megőrzött úgy, ahogy Európa nem őrizte meg. Tehát a londoni utcastruktúra az egy középkori utcastruktúra, elmész egy templomot, 1500-ból vannak fa bútorok, amik megmaradtak nálunk, az égben semmi nem maradt meg, még vastárt sem. Szóval ezzel ugye az idővel egészen más viszonyba került, és elkezdtem utána járni dolgoknak, és főleg a British Library volt egy ilyen fontos hely, ahol kézbe kaphatsz 1600-ból könyveket. De végig volt egy ilyen nagyon problémás, nem szeretjük egymás kapcsolat ezzel az angol társadalommal, ami viszont engem nagyon aktívá tett művészileg. És kinéztem magamnak ilyen olyan helyeket, amik az angol történelemben fontosak, például a Winchesteri katedrális, és ott megkerestem egy főpapot, hogy szeretnék kiállítást csinálni. És akkor már volt egy kiállításom, tehát volt valamiféle ajánló háttér, akik bíztak bennem, angolok, és akkor sikerült kiállítást csinálni, vagy egy viktoriánus múzeumban a tengerparton, a tenger nagyon fontos volt. Akkor a Museum of London, a London helytörténeti múzeum. Szóval ilyen stratégiai fontosságú helyek, amik nem kiállító helyek igazából, hanem kultúrtörténeti szempontból lényegesek. Azt lehet mondani, hogy az alkotásaidnak része az a tér, ahova behelyezed? Igen, szóval az a tér, ahova te megérkezel, az nagyon fontos. Tehát ezek nagyon izgattak, hogy pszichésen már megközelíteni a kiállító termet mit jelent, és amikor belépsz, akkor a műtárgyak úgy fogadjanak, hogy ne egy ilyen reprezentációs séma szerint, tehát posztanesen a szobor, vagy nagyon szép aranykeretben a kép, hanem az amennyire lehet közvetlen legyen. Bányával a bányászattal kapcsolatos jelképek állandó szereplői a munkáidnak, úgy a képeinek, mint az installációidnak. Gyerekfeje, mit jelentett neked a bánya? Hát az érdekes helyzet ebben az volt, hogy bányában nem jártam gyerekkoromban, pedig apám bányász családból származott, és egyfolytában körülvettek bányász szimbólumok, tehát ez a kettős kalapács, a jó szerencsét köszönés. De apám nagyon veszélyesnek tartotta a bányát, tehát a déd nagyapám az például bányában halt meg. Szóval volt egy ilyen nagyon furcsa színkülönbség az életben, hogy ment a felszínen a hétköznapi élet, és lent a mélybe történt valami, amiről én sem tudtam, hogy mi az. Úgyhogy 82 körül, amikor diplomáztam, akkor ugye elkezdtem gondolkozni ezen, hogy mintha menekülnék valami elől, és van ez a modernizmus, meg hogy avantgárd, meg hogy a szociálnak ez a kipuhított változata Magyarország, hogy egyiket se akarom. És akkor egyszer csak felfedeztem, hogy akkor nézzünk vissza, és kezdjünk azzal kezdeni valamit, amivel rendelkezünk. Képzőművész az egy elég magányos szakma, tehát itt azt egyedül üzi az ember, legalábbis azt a válfaját, amit te üzöl. Nem hiányzik ez a nyitott ajtók között, azok között élek, akikkel dolgozom? Helyzet. De ez Angliában hiányzott nagyon, tehát az angol életmód, ez egy nagyon zárt a magánélet, az ajtóra nincs kiírva senkinek a neve. De viszont ez egy érdekes történet volt, hogy Angliában még mindig megtalálod az ipari forradalomnak azokat a tárgyi jeleit, tehát amit meséltem, hogy a Northern Line metróvonalnak még, amikor mi Londonba költöztünk 96-ban, még megvoltak azok a kocsiai, ami kísértetiesen hasonlítottak ezekhez a bánya kis vonatokhoz. Vagy a kolóniáknak, a bányász kolóniáknak a sorházai mennyire hasonlítottak a viktoriánus korszak házaihoz. Tehát volt egy ilyen marha furcsa időzavar bennem, hogy én marha otthonosan éreztem magam meglepően ebbe a világvárosban, és közben meg azért éreztem ezt, mert ez kapcsolódott egy ilyen mikrovilághoz, amiben én felnőttem. Amikor Írországban tartottam egy előadást, és próbáltam elmagyarázni, hogy miről szól az, amit csinálok, akkor egyszer csak leesett az a mondat, ami a Hamletben van, hogy kizökkent idő.
Érdekes, hogy ez ilyen hűségként megmaradt bennem, hogy nem vettem, hogy Angliába is rögtön Leedsbe mentem el a Bánya Múzeumba, onnan kölcsönöztem bányászlámpákat. Tehát ilyen nagyon furcsa kerülő utakon újra és újra előjött a dolog, vagy Winchesterben egy olyan kiállítást csináltam, ami egy búvárról szól, aki a katedrális alapjait újra alapozta. Tehát ez a egy búvár? Egy búvár, egy professzionális búvár 1905-ben, amikor a katedrális falai megrepeteztek, akkor kiderült, hogy a szomszédos pata kimossa az alapozást, a középkori alapozást, akkor körbeállványozták, kiásták pokoli mélyen a katedrális falainál ezt a területet, és akkor találtak egy professzionális búvárt, aki alá merült 1905-be, a tök sötétben akkor még nem tudtak világítani víz alatt, és cementes zsákokkal, téglákkal 5 vagy 6 év alatt újra alapozta az egész katedrális, és erről csináltam egy munkát. I think they look fantastic. And when I'm big, I want to be an artist. Most ez lehet esetleg, hogy valami 2-3 méterre drótot kilógatunk, illetve kivizünk a fejükből, vagy beállítjuk, és akkor megint olyan a tartást kelt, és akkor nem kell onnan az égből lehozni hozzá. Csak az a baj, akkor hova vezet az a vezeték? Tehát valahol kell vezetni. Annak vezetni kell, hogy valahol abból vezet az áram, abból jön le a fejükbe. Most áram is kell ezekbe? Kell, igen. Meg annak a hatása is az, hogy bejön a látogató, és akkor felnéz. Tehát ennek a mozdulatnak megvan egy a mozdulaton túlmutató jelentése. Gyermekkori templom élmények. Milyen képed van? Milyen hangulatokra emlékszel? Hát a lényeg ennek a templomnak az, hogy ez egy acélgyári templom. Aha. És ez az industriális környezet, ez úgy kapcsolódik, ami végül is meglepő. Tehát az, hogy egy modernista, a Szonták Pál építette, azt hiszem 1930-ban, és az egész térnek van egy hajó belső jellege. Ez számomra azért volt fontos, mert valahogy kiegyenlítette a profán industriális környezetet egy ilyen szakrális industriális környezettel. Tehát volt egy furcsa ellentmondás ebbe a bányaváros acélgyári templom sínek, amik itt futnak, néha a tehervagonok mentek el itt a templom előtt. És az építészeti karaktere ennek az épületnek, ahogy a modernizmushoz kapcsolódik, és megpróbál egy ilyen modern szakralitást ábrázolni, aminek az egyik legfurcsább példája ez az imádkozzál és dolgozzál freskó. Ora et labora. Igen. Gyermekkorodban jártál templomban? A nagyapámmal ebbe a templomba jártunk szinte minden nap. Tehát ez a templom, ez számomra ez volt a kulcsa a szakralitásnak, és rengeteg munkám minden származik. Például a stációkat, ezeket újra alkottam úgy, hogy ugyanúgy egy lámpabúra világít felettük. A mozdulatok ugyanezek, csak szénre festettem. És ez a világító lámpabúra motívum, ez... Aha. Innen jött az ihletöd? Ez valószínű, hogy ez végigkövetett. Igen. Igen, és akkor ezt, hogy megfessem, mint egy búvárfejet, ez nagyon lényeges volt számomra. Ja, nehéz búvás isak is. A nehéz búvás isak, és itt az Winchesteri. Igen, itt a Winchesteri történet most jön be. 1996-ban berlini nagy építkezésnél, amikor átépítették egész Berlin közepét, ott nagyon sok magyar ipari búvár volt kint, és ugye hát lényegesen gyengébb felszereléssel vonult föl a magyar ipari búvár társadalom, mint az európai, német, holland, angol ipari búvárok, és ennek ellenére sokkal nagyobb teljesítményt és sokkal jobban tudtuk megcsinálni a munkát, mint ők, és ezt egy idő után, ugye egy darabig féltékenység volt, de egy idő után maximálisan elismerték, hogy a magyar ipari búvárok ott vannak a toppon. Ez egy jég alatti ruha, tehát ez jég alá bele lehet vele menni, tehát ilyen 0 fokos vízbe, teljes mértékben addig, amíg át nem szakad, vagy ki nem szakad, komfortérzetet biztosít, tehát nem fázik benne az ember. A full face maszkon keresztül folyamatosan lehet kommunikálni a búvárral, tehát meg lehet kérdezni, hogy mit lát, mit nem lát, mit érez, mit tapogat. Sanyi? Igen? Be kéne menni a ponton alá, mert sérüléseket találtak rajta, meg kéne vizsgálni, hogy tényleg van-e rajta. Jó? Alul. Jó, rendben. Köszi. A szennyvíz telepen ott pezseg a szennyvíz, és oda lemegy a búvár, az 4-5 méter mély ez a medence, ott átvizsgálja, hogy minden szellőztető tányér a helyén van. Ez egy több órás mutatvány, és idézőjelben látni nem lát semmit, tapogat, mert ugye ott teljes sötétség van.
Általában 5-6 óra egy búvárnak a vízben töltött ideje. Árvíz esetében több, mert ott ugye ott más szabályok vannak, amikor mondjuk egy gátszakadást kell megfogni, akkor ott folyamatosan lent kell lenni. Magyar árvizeknél nagyon sok búvár volt jelen, ugye amikor utólag kellett befóliázni a gátakat, akkor ott nem volt olyan, hogy elfáradtam, ott muszáj volt csinálni, ott nem volt megállás. Aki az ipari búvárkodásra adja a fejét, annak mindegy mi, csak vízbe legyen. Természetszerű, hogy inkább, hogyha lehet, akkor a tengerbe, kristálytiszta vízbe hajóroncsokat kutat az ember, mint a szennyvízbe merüljön, de igazság szerint az ipari búvárok túlnyomó többsége nem válogat, tehát merülni kell, merül, mert ez az élet, ez a hivatása. Viszont, ami abszolút nem tartozik ide, de ez gyorsan érdemes elmondanom, nem tudom, hogy ismered-e azt a filmet, aminek az a címe, hogy Kalandorok, Alain Delonnal. A nőt lelövik a film közepén, és úgy temetik el, hogy beöltöztetik egy nehéz búvár ruhába, és lemennek vele búvárként a mélybe, és elengedik, és elsüllyed. És ott van egy pillanat, amikor úgy vibrál a nehéz búvár sisaknak az üvege, mint hogyha fény áradna belőle. Jársz még templomba? Én nem vagyok hivatalos katolikus úgymond, tehát nem vagyok rendszeres templomba járok, viszont rendszeresen járok templomba, de általában akkor, amikor senki nincs ott. Jöhet egy magas labda? Ugye figyelsz, amikor a városban jársz ki, ezt nyilván teljesen más szemszögből vizsgálod a teret, vagy bármi látványt, mint a legtöbb ember. Mire figyelsz ilyenkor, mint művész, ha úgy tetszik? Vannak dolgok, amik megragadnak bennem, és nem tudatosak. Tehát most pont a Velencei Biennale kapcsán a mékas motívum, ami réges-régen foglalkoztatott a városba, de nem figyeltem arra, hogy ezt én valahogy is felhasználom, az például egyik pillanatra a másikra előjött. És utána kétségbeesetten elkezdtem vadászni a városba, hogy hol láttam én ezeket a mékasokat. Aztán kiderült, hogy volt egy ilyen régi bankintézmény, annak a szecessziós tetején vannak ilyen nagy mékasok. Érdekes módon, amikor kitalálok valamit és elkezdek utána járni, akkor nagyon alaposan utána járok. Mint ahogy Zsuzsannánál jártam, megkérdezve, hogy kell kalapálni a cipő talpát, vagy mik azok a mozdulatok, ahogy a cipőt javítja egy cipész. És ezek nagyon fontosak, tehát itt a történet része az, hogy itt lakok a környéken, és a környék kis boltjaiba bemegyek, és ott egy olyan kapcsolat van a boltosokkal, ami mondjuk Londonban nagyon hiányzott nekem, de ott is volt például egy nagyon jó cipész barátom, akihez eljártam sűrűn, az egy férfi volt egy nagyon pici házban. Honnan szereztél? Troli áramszedő van az egyik művedben. Igen, a Winterreise-nek a troli áramszedője. Ez az elképzelésem, ez még Londonban született meg, ez szerintem a honvágynak az egyik megnyilvánulása volt. Akinek honvágya van, annak vannak gyökerei, annak vannak emlékei. Ez azt bizonyítja, hogy tudnak valamihez kötődni és ragaszkodni. Egy sarok az utcán, egy kirakat, egy kidőlt fa. Szokták például mondani, hogy a szag az mindenütt más, és nem vihetjük magunkkal, hogyha megyünk, vándorolunk ide-oda. Annyira szubjektív dolog, hogy mindenki a saját szűrőjén engedi át, hogy mit jelent az, hogy nagy körút. Hát lehet, hogy egy vidéki embernek mást jelent, mint annak, aki mindig is itt lakott, de még aki itt lakott és minden nap elsétál mondjuk a nagy körúton, annak is mást jelent, hogy mi az a én például a piszokkal együtt szeretem, a zajjal együtt szeretem, mert annyira az enyém, azt gondolom. Tehát a lehető legkisebb dolgok, amiket nehéz elveszíteni. Az is honvágy, hogy néha meg tudok hatódni attól, hogy visszajöttem. Tehát sokszor vidéken vagy egy rövid külföldi úton vagyok, és visszajövök, és akkor meghatódom az Erzsébet hittól, vagy az esti kivilágított Budapesttől. Én nagyon-nagyon ide vagyok gyökerezve, tehát
el se tudom képzelni, hogy máshol lakjak. Még a Velencei Biennale előtt egy pályázatra kértek föl, és akkor valahogy megjelent bennem ez, hogy egy emberi figurának a fején egy ilyen trolli áramszedő van, és azon keresztül megy az áram. És utána fölhívtam telefonon a BKV trolli telepét, és ott az egyik osztályvezetővel beszélgettem, majd végigjártam a műhelyeket, és megtaláltam a megfelelő trolli áramszedőt, amikor le kellett szedni bizonyos dolgokat. Tehát mindig történik egy ilyen tárgynak az átalakítása. De az nagyon fontos, a hitelesség, tehát ezt nem lehet imitálni. Most a Schusterinas filmre kérdeztél rá, mert végül is az itt az egyik legfontosabb téma. Annak a filmnek a története, azt hiszem, hogy 1988-ban kezdődött el. Ez a Royal Albert Hall, ami egy nagy kör alaprajzú koncertterem Londonban. Ott a nyári koncertsorozatokon, a promenád koncertsorozatokon kiszedik az üléseket a belső körből, és ott állni, ülni, feküdni lehet. És egy idős ember, fantasztikus a rozog ember megjelent, leült a körkellős közepén, a többi ember közé, majd egy ilyen nagyon furcsa helyzetbe elfeküdt a földön, nyakkendőbe, öltönybe, és annyira rejtélyesnek találtam ezt az embert, ahogy megjelent ott. Hogy utána néztem, és akkor a bolygó zsidó története előjött, ami végül is egy mitológiai történet, arról szól, hogy Jézus a Golgotára menet a kereszttel meg akart pihenni egy cipész házánál, az nem engedte, és ezért Jézus ezt a zsidót örök vándorlásra ítélte. Ennyire kötött a tárgyakhoz, amik egy ilyen installációban szerepelnek. Eleve mennyire szereted a tárgyakat? Nem szeretem a tárgyakat. Egy tárgyhoz. Nem, nagyon kevés tárgy van körülöttem, és ha a munkáim elkerülnek tőlem, tehát múzeumokba kerülnek, vagy gyűjtőkhöz, nem bánom abszolút. Mondjuk én például nem ugyanazt látom. Hát igen, mindannyian másképp viszonyunk tárgyakhoz, történetekhez. Tehát nálam nagyon fontos az, hogy én soha nem járok el például úcska telepekre. Nem, nincs olyan vágy bennem, hogy érdekes tárgyakat keressek, hanem mindig egy tárgy érdekel, és azt addig keresem, amíg meg nem találom. Erre jó példa az a furcsa keresztbot, amit navigációra használnak, amit a Winterreise papjai fognak. Ezt egy naptáron láttam, ezt a tárgyat, és utána a British Library-be tényleg addig-addig kutattam több hónapon át, még a végén megtaláltam a szerkesztésének is a módját, és meg is csináltam olyan méretben, mint amekkora ez. És utána elfelejtettem az egészet. Tehát ez lezáródik, a tárgyhoz nem ragaszkodó, a történet amennyire érdekel, akkor menjünk tovább. De mindenkit kísérzi egy-két fontos tárgy. Neked mik ezek? Van egy-két kultikus pici tárgyam, amit nagyon szeretek. Például van egy bányász szimbólum, ami sóból van kifaragva, azt a Vörösvári Ákos barátomtól kaptam. Vagy van egy ilyen hálaadó szív, amit most vettem Velencébe, egy ilyen fém domborítás, amit szintén nagyon fontosnak tartom, és aztán mindenhova magammal viszem. Más gyárba jár, vagy éppen az a gépkocsiját vezeti a taxis, te pedig reggel fölkelsz és gondolkozol az újabb motivumaidon? Nem, szóval engem nem lehet meghatározni, így ez a legfurcsább, és én biztos vagyok benne, hogy én nem tartozom ilyen szinten a művész kategóriába, tehát én főleg ez a ciklikussága, ahogy dolgozom, hogy hirtelen készítek műveket, majd leállok, és hónapokig semmit nem csinálok. Az miért van, hogy leállsz? Egyszerűen elfáradnak a motivumok, tehát amikor megszületik valami, az kétségtelenül egyfajta fáradtságot okoz intellektuálisan, és nem szabad erőltetni. És mondjuk a professzionális kortárs művészek gyártanak, tehát a mennyiség nagyon fontos. Nálam ez mindig redukált, tehát évi 3-4 munka születik. Ennek inkább a számomra a fontos része az a fajta lét, egyszerűen az élés, ami számomra sokkal fontosabb, ami kiprovokálja a műalkotás készítést. Tehát az, hogy most itt ülünk, ez számomra egy műalkotás. Az, hogy sikerül egy ilyen környezetet, vagy a Zsuzsannát belevonni abba, hogy most művészetről beszélünk, nem pedig egy galériába ülünk három művészettörténésszel, erről szól, amit csinálok.